Jóléti intézkedéseket ígér Lengyelországban a konzervatív kormánypárt a közelgő választások előtt. A Jog és Igazságosság párt elnöke Jaroszláv Kaczynszki Lublinban azt mondta, hogy jövőre a lengyel minimálbér eléri a 3000 zlotyit, nagyjából 240 ezer forintot. A nyugdíjasok pedig évente két havi plusz nyugdíjat kapnak. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a lengyel társadalom alapértéke a család, amely egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul. Az egyház fontosságáról is beszélt. Függetlenül attól, hogy hívő-e vagy ateista, minden jó lengyelnek tudnia kell, hogy mi az egyház szerepe. Tudnia kell, hogy azon túl a nihilizmus van. Elutasítjuk azt a nihilizmust, magyarázta Jaroszláv Kaczynszki. Azt is megígérte, hogy a gazdák európai szintű támogatásokat kapnak majd. Lengyelországban október 13-án tartják a parlamenti választásokat. A felmérések szerint a konzervatívok maradnak kormányon.